Folytatódhat-e idén a szakképzett fiatalok elvándorlása a hazai munkaerőpiacról? Jelenleg is vannak olyan ágazatok, ahol jelentős mértékű a szakképzett munkaerőhiány. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését többféle támogatással is segítik itthon, ám az Európai Uniós bérek csábítják külföldre a fiatalokat. A fiatal 17-25 év közötti munkavállalók alig 20%-a dolgozott 2010-ben, ez a szám most 25% fölött van. A munkanélküliség pedig 36%-ról 18%-ra esett vissza a KSH adatai alapján. Az ország keleti és nyugati része között viszont jelentős eltérés van. A nyugati megyékben ugyanis továbbra is jellemzőbb, hogy a fiatalabb szakképzett munkaerő nyugatra vándorol. Mintegy 350 ezer magyar dolgozik külföldön. Egyes ágazatokban nem csak a jelentősen magasabb béreket, hanem a jobb munkakörülményeket is figyelembe veszik. A 2016-tól átalakuló szakképzési rendszer a hiány szakmákban tanulókat fogja ösztöndíjjal előnyben részesíteni, a vállalkozásoknál pedig lehetőségük lesz munkatapasztalatot szerezni. Ez előnyt jelent majd a munkaerőpiacon is. A duális képzés mind közép és mind felsőfokon a benne résztvevő végzősöknek munkalehetőségeket is biztosíthat. A fiatalok helyezkedési esélyeit tekintve a nemzetközi adatok sem javulnak látványosan. Európában mindössze 1,3%-kal csökkent a fiatal munkanélküliek száma. Itthon kulcs szerepe lehet a következő időszakban az uniós fejlesztéseknek, ezek nagy része foglalkoztatás bővítéshez kötődik, így a versenyszféra új munkalehetőségeket is kínálhat. A téma helyi és a térségre vonatkozó vetületeit beszéljük át itt a stúdióban Huszti Évával, szociológussal és Béres Tamással, a Nyíregyházi Egyetem PR referense, aki a Karrier Irodáról érkezett, azért a titulusához hozzá kell tennem, hiszen a Karrier Iroda munkáját, tevékenységét is képviselni fogja most a beszélgetés során. Hogyha a bejátszásra visszautalok, akkor nagyon fontos és jelentős az az adat, hogy hogyan alakul az Európai Unióban a fiatal korosztály munkanélküliségi rátája, és volt egy olyan szám, egy csökkenésre vonatkozó szám, amivel az Európai Unió nem igazán elégedett, mert hogy 1,3%-ot csökkent a munkanélküliségi ráta ebben a korosztályban. Miért van ez így, hogyan lehetne ezen javítani, és melyik országra mi a jellemző, milyen irányba mozdul el? Hát ugye 2008 óta jelentős azoknak a fiataloknak az aránya, akik megtapasztalják a munkanélküli létet, nem csak Magyarországon, hanem ahogy említette, ugye Európában is. És ez az arány ugye 2008 óta, vagy 2008-ban elkezdett növekedni, aztán nagyon-nagyon pici visszalépés mutatkozik csak, és ez azt jelenti, hogy Magyarországon is ugye minden ötödik fiatal megtapasztalja azt, hogy munka nélkül van. És ez nagyon-nagyon nagy probléma. Na most, hogy hogyan lehet ezen segíteni, nagyon sokféleképpen lehet, és azért látunk intézkedéseket erre vonatkozóan. Ugye megpróbálják a képzési struktúrát átalakítani, különböző ugye duális képzésekről is lehet itt beszélni. Ami fontos lenne, hogy össze kell hangolni sokkal erőteljesebben a munkaerőpiaci keresletet és a képzés az oktatási rendszer. Ebből lehet kiutat találni majd a fiatalok számára, de ez egy hosszú távú folyamat. Tehát nagyon nagy volt a mélyrepülés 2008 után, ami ugye nem csak a fiatalokat, hanem azért sok mindenkit érintett, aki a munkaerőpiacon volt, de hogy ez megmaradt ilyen viszonylag magas arányban, ezzel mindenféleképpen foglalkozni kell. Nézzük a hazai viszonyokat, hiszen fontos adat volt az is, és ez is egy jellemző tendencia, ami nem változik, hogy jellemző a munkaerő elvándorlása, és munkaerő vándorlásról is beszélhetünk, mert hogy Magyarországon is a keleti, észak-keleti régiókból inkább dél-alföld, alföld és nyugatra megy el a munkaerő. Most itt lehet gondolkodni, hogy a jobb bérek, vagy mi az, ami vonzza a fiatalokat, illetve hát a dél-dunántúli megyékben, illetve a nyugat Dunántúli megyékben pedig nyugatra, az Európai Unióban vállalnak munkát inkább a fiatalok. Tehát ezt a folyamatot is hogyan lehet visszafordítani, lassítani, megállítani, egyáltalán erre van-e valamilyen stratégia? Na most ez egy örök dilemma, és a fiataloknak egy örök dilemmája, hogy menni vagy maradni.
ami egyrészt szerintem helyén is van ez a dolog, mert a fiataloknak látni kell, tapasztalnia kell, akár külföldön is, és ez egyébként ez az egyik motivációja annak, hogy a fiatalok igyekeznek, vagy szeretnének külföldön szerencsét próbálni. Ez ugye két dolgot is jelent. Egyrészt a tanulás világa, tehát hogy tanulni mennének. Tanulni egyébként jellemzően azok mennének, akik gimnáziumot végeztek, akik megyeszékhelyen élnek, és a lányok, akik a munkát szeretnék inkább külföldön kipróbálni, azok jellemzően a szakképzettséggel rendelkező fiatal férfiak. Tehát, hogy ez is érdekes, és erre is oda lehet figyelni. És ugye fontos az, hogy a maga a külföldi munkavállalás, külföldre való orientáció azért egy ilyen 15%-os a magyar átlagpopulációban. Viszont bizonyos rétegeknél ez kiugróan magas. Ilyen például ugye a fiatalok, és akik tanulnak. A tanuló fiataloknak 45%-a a Tárki mérése szerint az, aki tervezi, hogy külföldre megy tanulni vagy dolgozni. Na most kihangsúlyozzák a Tárki kutatók is, hogy ezek tervek. Nem biztos, hogy megvalósul, de terv. Nagyon sokan valóra is váltják ezt a tervet, viszont nem mindent tudnak bekalkulálni, például olyan pszichikai tényezőket, ez a, ugye nincs külföldön se kolbászból a kerítés, és ezt megtapasztalják néhány esetben, és hazatérnek. Ezeket a kutatásokat, vagy ehhez hasonló kutatást itt Nyíregyházán, illetve a térségében is elvégeztek. Erről még fogunk beszélni, csak egy gondolat hirtelen, és ez nagyon fontos, hogy ugye a diákok, amikor már főiskolán, egyetemeken tanulnak, akkor eldöntik, hogy egy bizonyos időt esetleg külföldi tanulmányút keretében, vagy munkatapasztalat keretében Nyugat-Európában szeretnének tölteni. Ezt kikristályosítják ott a főiskolákon, az egyetemeken, eldöntik, és már azt szerint tanulnak, és indulnak el külföldre, vagy pedig ez időközben alakul ki? Mennyire céltudatos, mennyire célirányos a karrier építésük? Azt gondolom, hogy a Nyíregyházi Egyetemnek, vagy általában a felsőoktatási intézményeknek az a fontos feladatuk, hogy ne csak a diplomát adják oda, és nyilván piacképes diplomát adjanak a hallgatóknak, hanem nézzék meg, hogy hogyan tudják segíteni a munkába helyezkedést, a munkába állást. A mi esetünkben ez úgy néz ki, hogy egyrészt vizsgáljuk azt, hogy a végzett diákjaink, végzett hallgatóink milyen gyorsan tudnak elhelyezkedni. Ha elhelyezkednek, hogyan helyezkednek el, pályaelhagyók vagy a szerzett szakmáikban tudnak elhelyezkedni, illetőleg hogyan tudjuk a megyében élő és itt érettségezett fiatalokat itt tartani, vagy a megye központba orientálni, tehát hogy ide az egyetemre jöjjenek, itt tanuljanak. Ez nyilván előzetes kutatásaink vannak, többek között ez is egy nagyon jó kutatás, amit itt tanárnő említett, de a minden felsőoktatási intézménynek kell végezni egy diplomás pályakövető rendszerben való, tehát egy kutatást, amelyben a végzett hallgatókat interjúvoljuk meg, ez egy kötelező eleme, és ez mutathat arra adatokat, hogy hogy kell nekünk dolgozni, mind kell javítani. Az itt lévő hallgatóknak pedig igyekszünk segíteni. Mivel tudunk az elhelyezkedésben segíteni, például hozzájussanak a diplomához, segítjük a nyelvtudást, tehát több olyan nyelvi programot indítottunk, amely segíti azt, hogy az az arány, amely országosan elég nagy, hogy kevesebben veszik át a diplomát, hiszen nincsen nyelvvizsgáljuk, így van. Ez hál' Istennek itt Nyíregyházán mi nem tartozunk a rossz részébe ennek a pontnak, és ebben tudunk segíteni. Aztán olyan eseményeket, olyan programokat szervezünk, például ilyen az állásbörze, most április 19-én lesz, amit a munkahelyi központtal közösen tervezünk és szervezünk meg. Így az ő tapasztalataikat is figyelembe kísérve, segítve az egymás munkáját, tudunk olyan állásokat kínálni, amely segít az álláskeresésben. És visszautalva arra a kérdésre, amit feltett az imént, segítjük a külföldi tapasztalatszerzést, ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy Erasmus program keretében egyre több hallgató megy ki külföldre az egyetem partnerintézményeihez, és ott szerezhet tapasztalatot, és ott már el tudja dönteni, hogy akar-e külföldre menni, vagy itthon ezzel a munkatapasztalattal már jobban el tud helyezkedni. Egyébként mit mondanak a fiatalok, miért menjenek, miért maradjanak?
Igen, ugye ez az említett kutatás, amit egy kicsit hadd hangsúlyozzam, hogy a Nyíregyháza megyei jogú város készít most egy ifjúságpolitikai koncepciót, aminek az alapját egy olyan kutatás képezi, amit itt készítettünk el a városban, tavaly ősszel és télen, és nagyon sok, több száz fiatalt megkérdeztünk többféle témával kapcsolatban, többek között ezzel kapcsolatban is, és ugyanazokat az eredményeket mutatják egyébként a nyíregyházi fiatalok is, mint az országos adatok, azaz, hogyha mennének, akkor mindenféleképpen a jobb megélhetés, a karrier, a tapasztalatszerzés és a fiatalabbaknál a nyelvtanulás is előfordul. És ugye az is nagyon érdekes, mert hogy ez hát kvázi természetes, hogy miért mennének ki az emberek, hát persze szerencsét próbálni, de ugye nagyon fontos az, hogy a kiművelt emberfő és a tapasztalatot összegyűjtött fiatal aztán hát erőtől dúzadva hazajöjjön, és itt elmondja a tapasztalatait, és a magyar társadalom számára egy pozitív dolgot termeljem ki ebből az egész dologból, és mi az, amiért hazajönnek, ami miatt hazajönnek, vagy amiért el sem mennek, a család, a barátok, és hát az jön ki minden mérésből, hogy Magyarországnak a szeretete. És a helyi mérésből is az jött ki, hogy Nyíregyháza egy nagyon szimpatikus város a fiatalok számára. Nagyon sok pozitív dolgot találnak itt ebben a városban. Nagyon sok olyan hiányosságra is rámutattak egyébként, amin érdemes elgondolkodni és ügyködni és csiszolni, de nagyon fontosak azok a kapcsolatok, amiket meg kell alapozni, és pozitívvá kell tenni, és domborítani kell a fiatalok életében. Tehát nagyon sok kutatás van, és van olyan, amelyik viszont azt mondja, hogy aki már 6 vagy 10 vagy akár több éve kinnél, az annyira beágyazódik, és megszokja, és megszereti, és ott már kiépítette akár az ő saját karrierjét, hogy nem akar, vagy nem szeretne, vagy nem fog már hazajönni. Ez érdekes, mert lehet, hogy a bérekben célba ér, az életszínvonala magasabb, vagy esetleg magasabb, mintha itthon élne, de életpályát nem biztos, hogy mindenki ki tud alakítani, hiszen azok a szakmában eltöltött évek, amit kin megszerez, az idehaza esetleg nem számít be egy közszférában, egy akármilyen területen, most nem akarom ezt külön kihangsúlyozni. Ezzel kapcsolatosan mit mondanak, vagy ezzel kapcsolatosan mi a tapasztalat? Hát igazából az egyetem nem nagyon tud abba beleszólni, hogy a végzett hallgatók ne menjenek ki külföldre. Nem is biztos, hogy az a célunk, hogy ők ne menjenek külföldre, hiszen kimehetnek. Az a kérdés, hogy valóban a tapasztalatszerzés után hogy tudnak visszajönni. Amit mi tudunk kínálni, az nyilván az a plusz munkahelyi tapasztalat, ami itt tarthatja őket, vagy hogy próbáljuk lokálpatriótaként, vagy a helyi gazdaságot segítve elérni azt, hogy itt tudjon érvényesülni. És azt gondolom, hogy egyébként az a trend, hogy a fiatalok, akik megfelelő állást találnak és anyagilag is tudnak érvényesülni, azok itt tudnak maradni, és ebben egyébként látunk pozitív törekvéseket. Épp az imént említett duális képzés lehet erre egy jó példa, hogy azok a hallgatók, akik már jelenleg is ilyen képzésben részt vesznek, és a vállalatoknál kint vannak, ott töltik a képzési idő egy részét, azokat a vállalatok igenis ott akarják maguknál tartani, és már azt a gyakornoki időszakot, ami mondjuk kevesebb fizetéssel járna, azt szinte át tudják ugrani, és már kvázi szakértőként, vagy a téma egy szakembereként tudnak munkába állni. Ez talán segíthet. Illetőleg hát azok a nagyobb gyárak, amelyek Nyíregyházán létesültek, azokkal is egyre jobb kapcsolatot igyekszik ápolni az egyetem, és ezzel is segítve azt, hogy hát tényleg megismerjék a helyi munkahelyeket. De hát a bérekben azt nyilván azt tudjuk, hogy a helyi bérek azok még mindig alacsonyabbak, mint a budapesti, tehát van egy belső elvándorlás is. Hát ez egy nyilván egy regionális folyamat is, vagy regionális probléma is. Köszönöm szépen, hogy segítségünkre voltak ebben a témában.